A vármegye egész területéről érkeztek vendégek a VOSZ helyi szervezetének éves közgyűlésére, amely vállalkozói fórummal kezdődött. A kormányhivatal főispánja arról beszélt, hogy a területi közigazgatás szorosan kötődik a vállalkozásokhoz. Ignác Balázs hangsúlyozta, 13 főosztály és 7 járási hivatal dolgozik Heves vármegyében. Éves szinten 800 ezer ügyféllel, köztük vállalkozásokkal vannak kapcsolatban. Mint mondta, jók a mutatók, de nem csak munkaerő hiány, hanem munkanélküliség is tapasztalható, amely további feladatokat jelent. Jók a mutatók az elmúlt évtized munkájának köszönhetően, viszont további feladat és munka is van. Jelen pillanatban több Ginom Plus és Top Plusos projekt indult el, illetve fog a közeljövőben elindulni, aminek pont az a célja, hogy a jelen fórumon résztvevő vállalkozók munkaerő hiányát ki tudjuk elégíteni. Bányai Némicski Marianna elnök arról számolt be, hogy aktív időszak volt a 2023-as esztendő, és az idei első negyedév is hasonlóan alakult. A példák közül külön kiemelte a havonta megrendezett VOSZ Páholyt. Edukációs céllal hoztuk létre a vállalkozók számára. Az én egyik álmom is teljesült ezzel, az, hogy személyes kapcsolatok épülnek, hogy visszajönnek a beszélgetések, a kis együttborozások, és szerintem ez is nagyon fontos része a vállalkozói és a vezetői létnek. Kiemelte, idén is prioritást élvez az októberben megrendezésre kerülő Prima díját adó gála. Egyúttal bejelentette, hogy 2024-ben már lesznek junior Prima díjak és junior évvállalkozója díjak is. Eppel János, a VOSZ elnöke szerint ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek a tagsággal, helyi partnerekkel való találkozásra, emellett az információcsere szempontjából is jelentősek. Emlékeztetett, az elmúlt néhány évet nagyban befolyásolta a világjárvány, az energiaár növekedése, illetve az orosz-ukrán háború, amelyek a vállalkozásokban is éreztették hatásukat. A vállalkozások többségének ilyen válságkezelő üzemmódba kellett működnie, tehát nem a fejlesztések, meg a nagyon nagy előre gondolkodás, hanem a túlélés, a működés fenntartása volt a feladata. Ez volt a kihívás és a nehézség. A másik oldalon azt kell mondani, hogy nagy számok alapján a magyar vállalkozások többsége ezt jól kezelte. Úgy látja, a mélypontot már elérték nemzetgazdasági szempontból is, vannak javuló tendenciák, mint a csökkenő infláció, a csökkenő kamatok és a bővülő források, amik esélyt adnak, hogy a cégek fejlesztésben, növekedésben gondolkodjanak. Ehhez szeretnének segítséget adni többek között pénzügyi szolgáltatással, energiahatékonysággal vagy éppen biztosítási tanácsadással kapcsolatban. A hatékonyság érdekében ezért minden vármegyében önálló irodát nyitnak. Mert nekem mind a 121